kiborulás 2. 123. Na, hát azt már tudni lehet, hogy mi itt a hegy tetején távol a civilizációtól. Sok mindenre egy lehetőség van, online webáruházból vásárlás. Ez, hogyha valamit szeretnénk, most akkor azt online szoktuk megrendelni, és általában mindig úgy indítunk, mert volt egy-két átverés, meg egy-két csalódás ilyen online vásárlás téren. Viszont most, emlékszel, volt arról szó, nem egy ember megemlítette, hogy gond volt a hanggal. Hát mi most úgy gondoltuk, hogy... De várjál, előzzük már ezt meg azzal, hogy... Igen. Baromi idegesek vagyunk most, vagy nem tudom, ő vállalja, én az vagyok. Ideges vagyok, igen, nagyon. De most elvicceled. De amúgy tényleg ideges vagyok, persze, csak nyugodtan. Mert azt akarom elmondani, hogy attól még, mert Feel Good csatorna, attól még nekünk is vannak problémáink, és ilyen pillanatban is most már ez megint egy olyan, hogy azért akarunk róla... Tehát először is nem akarjuk a negatív dolgokat titkolni, vagy arról nem beszélni. Arról is kell beszélni. De ez a csatorna igazán nem erről szól. Viszont ebben az esetben már úgy gondoltuk, hogy szóvá kell tenni, mert többedik olyan ér minket, ami most már sok, és igazából segíteni szeretnénk azzal, hogy beszélünk róla, hogy más ne járjon így. Hát meg felhívni a figyelmet rá, hogyha van probléma, akkor lépni az ügyben, mint ahogy ebben is fogunk tenni lépéseket, és nem fogjuk hagyni magunkkal, mert hogy nem. Ennyi. Nem? Így elöljáróba. Na és amit mondani akartam, hogy rendeltünk egy ilyen kondenzátoros mikrofont. Bocsánat, még egy, azt mutasd meg. Ami így néz ki. Még egy mondatot, bocsánat. Igen. Nem fogunk ám ilyeneket vásárolgatni. Ez az első és utolsó. Dehogy nem, sokkal több mindent nem fogunk vásárolgatni, nem. Csak majd 2080-ban. Nem. Na, azt akartam mondani az egész... Nem törekszünk semmilyen hollywoodi ízére, szóval nem. Mit mentegetőzik? Na, mindegy. Amit mondani akartam ezzel kapcsolatosan, hogy rendeltünk egy ilyen mikrofont, és már amikor kicsomagoltuk az egészet, általában úgy szokott lenni, hogyha egy ilyen kartondobozban van egy ilyen termék, akkor szépen el van rendezve, vagy egy ilyen műanyag tárcában, vagy el van igazítva, egy ilyen gyárilag ilyen formára kitalált kis műanyag tárcába. Ez nem volt ebbe a dobozba, hanem úgy volt, hogy az egész mikrofoncsomag így benne volt ebbe a szütyőbe, és így volt benne a dobozba. Ezt így most elsőre nem is volt furcsa, mert lehet, hogy ez egy olyan gyártó, aki amúgy bolya, egy olyan gyártó, tehát szóvá tetted, hogy neked már ez is furcsa volt, de nyeljük igen, le, igen, igen, úgy voltunk vele, hogy ez semmi. Általában, amikor én megveszek valamit, akkor azt eléggé szemügyre veszem, tehát megnézek minden... Túlságosan is. Minden apró részletet mielőtt elkezdem használni, és ennél, amilyen kábeles mikrofonról van szó, mi kerülhet szóba, megnéztem itt elől a mikrofon résznél a csatlakozást, ennél a résznél a csatlakozást, illetve itt, meg a jack dugónál. 1, 2, 3, 4 csatlakozás van a kábeleknek a végeinél, és ami egyből feltűnt, tehát most nem tudom, hogy ez látható vagy nem. Segítsek! Itt, ezen a részen van egy ilyen kis rész-rész kilóg, és olyan, mintha ilyen pici ilyen kis vágás lenne itt a jackdugó résznél. Ott szerintem talán látszik egy kicsit a rész-része a kábelnek. Na mindegy, az a lényeg, hogy nem akadtunk fel rajta, lehet, hogy picit gyári hibás, és... Vállalom ezt is, jó? Nem akadtunk fel, hanem ő túl alapos. Bármi, ha rendelünk bármit, akkor ő azonnal a hibát keresi a dolgokba, jó értelembe. Tehát, hát, hogy hibátlan legyen. Persze, hát veszel valamit, azzal ne legyen probléma, és főleg ne egy elektronikai kütyűnél. És ugye az volt, hogy most is az volt, kereste a hibát, én ehhez már hozzászoktam, már ráhagyom, már nem érdeke, bontsa ki ő, ő is még 3 óráig átvizsgálja, addig én nem tudom, alszok, vagy elfoglalom magam, nem idegesítem föl magam, és akkor majd amikor elmondja, hogy mi van, akkor hát vagy hozzászokok, vagy hála Isten nincs semmi. Na volt valami. Na, és akkor jön az, hogy miután ellenőriztem a problémákat, úgy voltam vele, semmi gond, dugjuk be, és biztosan működik. Na most, a működéséhez semmi más nincsen, csak egy kondenzátor, egy jack dugó, és az ennek a csatlakozása után, mindjárt beszélek tovább,
csatlakozása után van egy kapcsoló, ami két irányba kapcsolható. Kamera, off, meg smartphone. Tehát sok tévedési lehetőség nincs, illetve hogy a kondenzátor működjön, van benne egy gombelem, amit ide be kell rakni. Ellenőriztük, nem raktuk be fordítva, jól raktuk be, de nem működött a mikrofon. Ezután következett az, hogy mielőtt megrendeltük, láttuk, hogy a csomagba jár a kis gombelem a kütyűhöz, de úgy voltunk vele, biztos, ami biztos, egy szállítási költség alatt jöjjön ki pluszba még elem hozzá, és rendeltünk 2 darab elemet. Tehát volt plusz, hogy azt kizárhassuk, hogy nem az elemmel. Igen, ha esetleg gyárilag mégis nem jár hozzá, vagy teljesen, legyen béter, biztos legyen, benne volt a csomagolásban az elem, nem volt probléma. Jó, szerintem ezen túlléphetünk, már ez részt vettünk. Igen, ja, csak ahogy a hiba a lehetőségeket, minden kizárva, elem csere megtörtént, tehát a gyári elemet nem használva, ami 2020-valahányban jár le elemmel, az elemcsere megtörtént, úgyse működött a kondenzátoros kapcsolás után, hiába kibe kapcsoltuk, nem működött. Itt 3 telefonon próbáltuk ki. Igen, 3 viszonylag újabb készüléken, ami között az egyik egy másik márka volt, az egy régebbi volt, tehát még azt sem lehet mondani, hogy X márka nem tudja, vagy hogy a régi készülék nem tudja, teljesen mindenfélével kipróbáltuk. Fényképezőgéppel is akartuk, de az nem már régi, az nem lehet a mikrofon. Na, de ami jön itt a zsákba, macska, szó szerint, mert hogy a zsákba volt benne csak külön, nem volt abban a műanyag tárcában. Lehet, hogy meggondolta a gyártó, már is olyan szériát is kiadott, hogy nincs műanyag tárca, de kétlem. Első gyanakvásként egyből az ugrott be, hogy valószínűleg egy visszatermék volt, mert hogy a tárcát viszont, aki már visszavitte, az kidobta. Ez amúgy ki volt nyitva, vagy volt? Nem volt leragasztva, nem volt semmilyen, tehát ilyen gond nélkül kinyitható volt, nem volt leragasztva. Ez már megint egy olyan dolog, hogy elvileg én úgy gondolom, hogy szerintem, ha egy márkáról van szó, már pedig ez egy márka, akkor kell legyen ilyen leragasztás rajta, nem arra gondolsz. Nem volt. Arra gondolok, ami a telefonommal volt, de... Nem volt leragasztás, de hát maga a doboz is már nem éppen színtelen, tehát ezeken jó, a fény... Az nem, az, jó, csak az ezen nem, a fényes dobozokon egyből meglátszik, hogyha van valami. Jó, figyelj, ez raktárba állástól is lehet, szóval ez azért nem. Ez is igaz, jó, mindegy, az a lényeg, hogy a túl tárca... Túl sok a véletlen, az igen, a helyzet. Hogy a tárca hiányzik, az már gyanús volt, és ez még nem is a legelején, hogy nem tudtam róla. Mondom, megnézem, hát hiába két kapcsoló, jack, dugó, telefon, nézzünk egy-két videót, mit, hogyan kell csinálni. Na és ott derült ki, hogy a tárcás verziós ez a csomagolás, tehát létezik a tárca, a gyártó úgy gyártja, mivel gyanítjuk, nem tudjuk, valószínűleg visszárú volt, tehát valakinél volt, visszavitte, és a tárcát azt már nem vitte vissza. Na most mit csináljon a gyártó? Fogta és leakciózta. Na ez az az akció, amiben mi beleugortunk lényegében, mert 20-25%-os, most nem tudom pontosan, az elények, hogy több mint 2500 forinta olcsóbb volt az eredeti áron. Hát hogy ez most mennyire akciós, még azt is leellenőriztük, hogy ez a mikrofon, ez a típus, meg ez a mikrofonfajta, ez a kondenzátoros mikrofon kapható-e más váruházba? Nem. Tehát az egész országban, itthon Magyarországon, magyar webáruházban csak egy helyen lehet kapni, és abba az egy áruházba egészen mostanáig, amíg meg nem vettük ezt a terméket, az volt, hogy kapható. Na most, hogy mivel hiba volt vele, ezért odaültem, hogy megnézzem, hogy most akkor mi van. Hogy ez a visszacsere, igen, tudod, mik a lépések, meg ilyesmi. Hogy alap, kell ilyen. Alapból megnéztem a terméknek a adatlapját, hopp, már nem kapható. Tehát egész addig megint a gyanú, utolsó darab volt. Egy utolsó visszavitt darab, vagy nem volt vele mindig hibátlan, vagy nem tudom, de azért, hogy most már csak rendelésre lehet, gondolom ők a gyártótól berendelik. Egy év garancia van rá, szóval garanciálisan is meg, amit az online áruház vásárlásnál tudni kell, vagy 3, vagy 2 hét, vagy 1 hét, nem tudom, az a lényeg, hogy X napon belül, ha még hibátlan, vagy csak a színe, vagy semmi nem tetszik, akkor is vissza lehet vinni nekik, vagy küldeni. De az a baj, hogy itt nem tetszésről van szó, hanem nem működésről. Nem működik. És úgy nem működik, hogy működik, de nem működik. Néha működik, én nem működik. Én többnyire nem, úgyhogy... Valószínűleg, hát ilyenkor milyen képbe
kontakthibással kábel, most... Amit mutatott is. Amit itt az... mutattam a végénél, de hát így látszik is, hogy egy kicsit meg van törve. Most ezt nem tudom, hogy... Figyelj, ez is egy olyan dolog, hogy meg lehetne ezt oldani szikszalag, mit tudom én, okoskodás, de hagyd mondjam el. De ez, mi ezt részben azért rendeltük, mert szeretnénk kint is használni, szabadban. Most egy szabadban, ha valami olyan helyen vagyunk, vagy egy szeles időben, vagy nem tudom én mi. Mivel több méteres kábele van. Ja, azt ez a hatalmas... Azt képzelni, hogy majd ott rángatja a szél a kábelt, és semmi baj nem lesz az érintkezéses problémával? Nem, meg amúgy se. Nem. Hát új termék, garanciális... Arról meg nem beszélve, garanci... hogy sok mindent lehet hagyni az embernek, lehet hagyni magát az embernek, de azért mindennek van határa, és igazából nem tudom még mit akarsz hozzáfűzni ez a mikrofon témához, mert nem ezért vagyunk mérgesek, hanem azért, mert ez már nem az első ilyen, és most már tényleg tele van az embernek a hócipője azzal, hogy mindegy, folytatod, akkor már... Nem, azt akartam mondani, hogy lezárni az egészet kapcsolatosan, hogy írunk a boltnak, és egyelőre mostan én szerintem abban gondolkodunk, még nem beszéltük meg mi is így egymás közt, hogy egy csere, és hogyha csere lesz, akkor egyből ki fog derülni az, hogyha a gyártótól... De ha nincs másik? De nincs, rendelésre, nem az nincs, ja. Hogy nincs, rendelésre, azaz a gyártótól kell rendelnie, és az első lépésben már alapból ki fog derülni, hogy a tárca az benne lesz. Ja. Mert nem hiszem, hogy a gyártó úgy gondolta meg, és úgy kezdte gyártani egy idő után, hogy csak ilyen kis szütyőjébe rakta bele. De ja, lehet, hát hogy tévedünk, lehet, hogy tévedünk. Környezetbarát szempontból meggondolta, és nincsen műanyag tálca most már, és jó, nem úgy árusítja. Nem. Ez egy visszavitt termék, az a lényeg. És akciós leárazott áron úgy gondolták, hogy akkor eladják olyannak, aki esetleg itten próbálkozgat, ott foltozza, toldozza. Nem. Megy vissza a boltba. Vége. Na, és igazából volt ő a Thomas, az aztán minden csak ideges nem tud lenni. Szóval szerintem őt a büdös életben fogjátok idegesnek látni. Elég sok éve nem láttam, kettőször láttam idegesnek. A 20 év alatt, szóval... És majdnem válasz. Nem, hogy szóval őt aztán nem lehet kihozni a sodrából, de volt múltkor egy másik alkalommal egészen más termék kapcsán, hát múltkor, tavaly vagy mikor volt, ezért már nem is tudom. Mióta itt vagyunk, valamelyik tavaly vagy tavaly előtt, nem tudom. Egy sütőformát rendeltünk, ezt az olcsóbbik verziót, alumínium, horpadós, tisztában voltunk vele, de azzal nem, hogy úgy is hozzák ki. Nem, de milyen bevonatos? Nem teflon, kerámia bevonatos kis sütőforma. És amúgy az egésznek az a lényege, hogy azért volt szívem belül a történet, nem az összeg, hanem hogy karácsony előtt csinálták meg. Ja, hát az és hogy a karácsony előtt nem érkezett meg, stb. Csak utána. Az egy, szerintem majd lehet, ha egyszer olyan kedvünk lesz, így külön elmeséljük azt a tortúrát. Egy barkácsáruházról van szó, egy neves barkácsáruházról, ahonnan körülbelül 20 tételt rendeltünk karácsony előtt, és ez meghaladta a képességüket. Tehát egész egyszerűen az, hogy 20 különböző valamit megrendeli karácsony előtt, az olyan természetfeletti dolog volt számukra, hogy nem működött. Most az, hogy az ország több pontjáról kellett összeraknia a termékeket, az egy dolog, de úgy gondolom, hogy nem a mi problémánk. De tehát megoldották nagyon-nagyon nehezen, nem akarok nagyon... Azért nem akarok kitérni rá, mert hosszú lenne. Tehát nem tudom, hogy hány alkalommal kellett reklamálnunk. Mi nem vagyunk olyan hüde reklamálósak, de könyörgöm, az, hogy nem egy futárcég hozza ki, hanem több. A futár ide se tolja az arcát, be se dob a postaládába egy cetlit, hogy itt jártam, ide se telefonál, majd amikor mire megreklamáljuk, azt hazudják, hogy ő itt járt, csak nem tudott feljönni. De álljon már meg a menet. Akkor, hogyha eljövök ide, vagy nem is tudom, mert volt más verzió is, ahányszor beszéltünk, annyiszor mondtak másfélét. Ez azért vicces, mert én úgy gondolom, hogy ha itt jár valaki, meg volt adva a telefonszám, tudták a címet is, az a minimum, hogy bedob egy cetlit, hogy igen, én itt jártam, és én ezt most bizonyítom. De nem történt ilyen. Na, de mindegy. Egy értesítés, itt hagyó, igen. Itt járt. Vagy telefonál, vagy valami, de jó. Minden... De az esetben nem a futáron túl, hogy a futár is hibázott, a termék is hibás volt. Igen. Amit mondani akartál, igen, hogy a meg... maga a sütőformának a belseje, az meg volt sérülve, le volt jövve a
milyen bevonat, hát, kerámia bevonat, szomát, vagy, igen, igen kerámia bevonat, és plusz amellett még be is volt hojpadva egyik oldala, hojpadva egyik oldala a kis téglalap alakú kis formának, látható, szabad szemmel láthatóan hibás volt, na az a lényeg. És berakták abba a csomagba, amit az ember online rendel meg, és úgy állnak hozzá a cégek, hogy azt gondolják, hogy azért, mert berakják amit az előbb mondtam, mert ez így most elszállt közbe, ezt akartam mondani, hogy ő ezért volt nagyon ideges, amit most igen, mondani. Mert hogy úgy állnak hozzá szerintem a cégek, hogy berakják a kis dobozkába, majd kiküldik annak, aki távol van a bolttól, de nem kicsit, de nagyon távol van, és majd akkor majd lenyeli, és majd nem küldi vissza, és nem küldeti vissza, és nem éri meg, hát 1000 forint most, de 1000 forint én most küldessük vissza meg. Nem. Ez tudod, ez ugyanaz, mint amikor kapsz egy csekket valakitől, nem teljesen vagy képbe, hogy mi az, de nem érdekel, befizeted. Van a hülye, aki befizeti, úgyhogy nem tudja mi az, tehát nem a sima havidíjas dolgokról beszélek, hanem az azon felüli. És van a hülye, aki befizeti, meg van, aki utána megy. És sajnos most már ott vagyunk, hogy van a harmadik fél, aki viszont már belefáradt ebbe az örökké utána menős dologba, és már belefásult, és már nem megy utána, és kényszerből befizeti. Na, ilyenek ne legyünk. Mert az a baj, hogy tényleg már belesodorják az embert ebbe, és most én is azon vagyok már kb., hogy az egészet most már a P betűbe, mert nincs idegrendszerem ahhoz, hogy megint utána menjünk, visszaküldeni, tortúra. Kár, most amúgy lehet, hogy kár előre idegeskedni, igazából az egyetlen probléma van, hogy megpróbálják. Tehát nem figyelnek oda. Nem ezzel a termékkel, ez senkit nem érdekel, most ezzel ez mert történt, biztos, hogy visszacserélik, igen, biztos, ami... hogy visszacserélik, a másik példánál is gond nélkül jeleztük, visszacserélték, de én biztos vagyok benne, hogy ne így legyen, de arra utaznak, hogy majd a hülye úgy se küldi vissza. Hát a csekk, és egy terméke kevesebb. Szerintem egy az egyben, igen. Amit a csekk. Vagy egyszerűen nem gondolhatják ennyire hülyének az embereket, hogy azt gondolják, hogy az online én megrendelem, és hogyha majd házhoz kapom, a procedúra miatt nem küldöm. De intézkedni kell. Igen. És igazából annak az egész videónak ez a lényege, nem az, hogy mostan itten dübörögjünk meg... És remélem értékelhet, hogy visszafogom magam. Mert nagyon-nagyon szenvedek. És képzeld, de milyen jó lenne, hogyha most ez a mikrofon működne. Olyan kis aranyos pamas van rajta. Jó kis teszteket néztünk, nagyon jól működik, tehát tényleg, és amíg még spéci volt benne az, hogy nagyon hosszú kábele van, 6 méter, ha jól igen. emlékszem, tehát 6 méteres kábel jár alapból gyárilag, nem kell azon gondolkodnod, hogy akkor veszek ki egészített, stb. És nekünk itt a kert miatt össze. Jó lett volna, mert mondom, szabadba is szerettük volna használni, meg csak ha itt a kertbe is tök jó jött volna. De hát nem, ez nem ilyen egyszerű ebben az országban, úgy látszik, ez nem ilyen egyszerű. Igen. Egyébként nagyon sok ilyen példát tudnánk mondani, most egy-kettő, ami így hirtelen szembe jut, az egyik példa, itt van az én kis telefonom, a kisfiús, ugye, ez nagyon régóta szerettem volna egy ilyet, ezt nem most kaptam, hanem tavaly vagy tavaly előtt születésnapomra tőle. Ugyanúgy online rendeltük, megérkezett, én már megszoktam megint, hogy én kaptam, de ő bontotta, és nézte, hogy mi van vele, van-e valami probléma, persze, hogy volt. Mert ott is az volt, hogy ugye vannak ezek a csomagolások, és amikor ez így le van zárva, van ilyen matrica. És azon volt matrica, de fel volt jövve, ugye? Jól emlékszem. Igen, de az azért volt, mert a garanciapapírt úgy érvényesítették az online házhoz szállításnál. Jó, elfogadom. Benne volt lehet a csomagolásban, vagy valami ilyesmit, tehát Tök mindegy, de ő azt már akkor észrevette. Miért van bontva a doboz? Jó van, ilyenkor engem idegesít is a dolog, hogy jó van, ne roncsd már el már megint az egészet, nem érdekel. Ki bontva volt, meg garanciapapír, akármiért. Túlmentünk ezen. Eltelt 2 hónap, vagy talán még annyi se, mire kiderült, hogy a telefonnak probléma van a kamerájával, vagy mi az istenével. Igen, pixeles a kép, a felvétel. Szóval ez ugyanaz a dolog, hogy online rendeltük, és ugyanez történt, hogy azzal is probléma van. Most már ez a többedik ilyen. Aztán még sorolhatnám az ilyen elektromos kütyüket, vagy elektronikai kütyüket, másik most nem jut eszembe. De akár évekkel ezelőttre is visszanyúlhatunk Budapestre a te cipőiddel. Hát ő a cipőkkel úgy volt, mint úgy váltotta a cipőket, mint a... Hogy szokták ezt mondani? Mint más az alsónadrágját, vagy nem tudom.
vettünk egy cipőt. Az olyan, hogy fél évvel... évnél tovább cipő az ő lábán nem marad meg. És nem azért, mert nem vigyáz rá. És azért nem marad meg fél évnél tovább, mert fél év garancia van rá. Amikor gond nélkül cipőt, ha vásárolsz, az ilyen mindenféle áruházakban található cipős boltokban fél éven belül külön mindenféle indok nélkül, vagy hát így egy papírt kitöltesz, név, cím, és leírod, hogy mi volt a probléma, talán jól emlékszem, visszaveszik azonnal, és vagy az árát, vagy egy cserecipőt, hogyha van ugyanolyan, vagy azt szeretnéd, akkor lehetőség van lecserélni, és mi ezt csináltuk tulajdonképpen éveken keresztül. Igen, már mert rögtünk hogy rajta, hogy bérli a cipőt. Igen, mert maga a bakancsok, meg a cipőknek a talpa, az egész rendszer, tehát hogy gyárilag csinálják, ilyen rácsos, nem tudom milyen módszerre van megcsinálva a talp része, és ez nekem állandóan betört, beszakadt. Nem csak az volt veled, meg más is vagy volt. Kitört az óránál idő előtt, vagy van maga ragasztás. De amúgy tényleg most, hogy mondod, többnyire a sarkánál így beszakadt. Igen, a legtöbb a sarkánál beszakadt verzió volt, pedig nem vagyok egy túlsúlyos ember. Tehát annyi lenne, hogyha esetleg, meg és mondom azt, méreten hogy... alul is el vagyok, tehát nem az van, hogy 36-os vagy 34-es lábam van, és akkor egy gyerek méretű cipőbe egy 80 kilós ember jár, és hanem várjál. Egy átlag méretű 41-es lábbal. De várjál, és a párhuzamosan én cipőm is ment tönkre. Tehát én meg aztán teljesen más. Igen, tehát cipőbe így rántját rendesen a rúd. De látjátok, attól még nem kell rossz kedvednek lenni. Intézkedni kell. Meg kell fogni a kis telefont, vagy a most ilyen esetben az e-mailt. Azért, na... És megy az intézkedés, mert hogy nem fogjuk hagyni magunkat, az biztos, és reméljük, na most ebbe az a poén, hogy oké, most még az egész létrejön, és most vissza lehet vinni, de hová vigyem vissza, mert a bolt az nem itt van tőlünk, 50 kilométerre van. Tehát akkor most megint az van, hogy a futár az kijön-e érte, vagy nem jön ki, nem valószínű, hogy kijön, hanem lehet, hogy neked kell bevinni. Mindegy. Hát postára fel tudod adni, hát vagy posta, de akkor az meg költségbe kerül. Jó, hát ezt mondjuk, ezt mi tudtuk. Nem, ezt arra mondom, hogy a másik áruház az megoldott, emlékszel? Hát, ő náluk a futár kijött és elvitte, tehát náluk a futár volt, cserébe. Figyelj, az viszont egy valamilyen érték fölött van, vagy egy olyan terméknél van, vagy olyan márkánál van, vagy mit tudom én, tehát azért egy, mit tudom én most mit mondjak neki, egy csokiért nem fognak kijönni és visszavinni. Az a lényeg, hogy megpróbálunk egy cserét, első körbe szerintem, mert mindenféleképpen megér, mert ez jó lenne, hogyha lenne és működne, mert tényleg a tesztek, amiket néztünk róla, az nagyon jól működött, tehát így konkrétan szembeszéllel volt a csóka, és a szellet tök jól leszűrte, nem? Ez a kis szivacska, de több szót nem érdemel majd akkor, hogyha mi is tudjuk használni, és majd hallani lehet, hogyha lesz különbség, mert most ez anélkül készült. Ja. Pedig már terveztük, hogy most már mikrofonról fogunk kommunikálni kifele, de megpróbáltuk, nem jött össze megint, hát ilyen nincsen. Ja, de nem, szóval ez, ilyenekre én nem akarok egyáltalán költeni, ez is csak azért került képbe, most túl azon, mert hogy többen írtátok, hanem azért inkább, mert tényleg az, hogy most ahogy jön az jó idő, szeretnénk kint használni, szerettük volna kint használni, és hát lehetett volna ennek az ötszörös árán is venni mikrofon, de nekünk ez nem kell. Tehát nem mondom, nem vágyunk Hollywoodra, meg semmi ilyesmi. Ez így magunknak is jó az, hogyha az a minőség megvan, ami esetleg. Bár hát ezek után mindegy, szóval majd kiderül. De a lényeg, hogy tényleg ő most így elvitte ezzel a dologgal a témát, de én nem csak kizárólag erről akartam volna beszélni, hanem mondom, ott általában. Volt a telefon, ott volt a számos cipő, amit visszavittünk, és tényleg szó nélkül kicserélték, soha plusz nem volt. Plusz a sütőforma, plusz az volt, hogy a csomagban egy adott termék nem volt benne, tehát hiányos is volt. Ja, hát az meg a barkácsáruháznál, az a 20 terméknél, mert hát az meg aztán egy illetve kaptunk olyan csomagot, ami totál szét volt ázva, de olyan szinten szét volt ázva, hogy a virágföld az nem egybe volt benne, hanem szét volt szakadva, és úgy volt be a fólia, emlékszel? Teljesen szét volt ázva, szétment, konkrétan szét volt szakadva, és úgy küldték Kína. Becsomagolták, és úgy, ahogy volt, kiküldték. Úgy igazán érthető. Maga a kartondoboz volt szétázva, amiben volt.
Tehát a kartondobozt, ahogy szétszedted, jól mondom, igen, hogy erősíts meg, ahogy szétmállott a kezedbe. Tehát annyira volt szétmállott. És nem volt problémázása a cég részéről. Egyből megértően, rendben, küldik másikat, stb. És küldték. Tehát nem ezzel van a baj. Azzal van a baj, hogy ez most már a sokadik, és nekünk ez most már sok. Tehát nem tudom, hogy mit lehet csinálni most azontól, jó, mindig megreklamálja az ember, mindig szán rá időt, mindig elmegy a postára, visszaküldi, ráfizet, mert ugye a posta nem a ingyen van, meg a két szép szemünkért nem fogják nekünk csak úgy elküldözgetni az adott dolgot, amit vissza kell éppen küldeni. Szóval ez most már tényleg sok, több a soknál. Tehát ilyen nincsen, hogy mind, akármit veszel online, most mutattuk meg, hogy a zöldséget, ha megveszed, akkor semmi gond nincs vele. Tök jó minőségben megkaptad, igen. És ez az élelmiszerre, úgy általában én azt hiszem, hogy mondhatom, hogy ők nem mondtam. Tegyük hozzá, hogy 5 kiló hagymából egyetlen egy hagyma egy picit puhább volt. Ennyi, jó, de nem hiba, nem rossz, és nem működött. Jó, mondjuk zöldségnél nincs ilyenről szó, de lehetett volna az is esetleg olyan, hogy mit tudom én, a fél zsák meg van rohadva, vagy ilyenek, hát, de nem, nincs. Főleg, hogy az emberek többnyire az ilyentől tartanak, mert saját, mi is ismerünk olyat, aki például azért nem mer rendelni, mert nem ő válogathatja ki az adott terméket. Igen, nem fogja zöld, meg, nem nézi meg. Zöldséget, nem tudom már, gyümölcsöt, akármit. De ezeknél a dolgoknál, szóval kütyüknél azért ott azért nem 2-3 ezer forintokról van szó adott esetben, mint ahogy a telefon is ugye több volt. Nem a közel se a legolcsóbb egyébként árkategóriás, de hát úgy látszik, hogy most vagy pont ezért, vagy már az nekik nem pénz, én nem tudom, de ez nem igazán tudom, hogy mi a megoldás. Pontosan azért vettük most arra rá magunkat, hogy nem szeretnénk ilyen negatív videókat egyáltalán, és nagyon remélem, hogy ezt sem fogjátok annak venni. Nem negatív, teljesen pozitív. Jó, hát ő jól szórakozik, de azért, mert ő tud nyugodt lenni, én így nem tudok nyugodt lenni. Szerencsére vannak rá lehetőségek, lépések, azt megtesszük, és kapunk helyette egy újat, egy sírtetlen, egy bontatlan. Meg egy ősz parókát. Igen. Meg 3 szívbohalmot. Itt már csak az a poén, hogy oké, okay, hogy most megreklamálod meg mindent, de ez holnap nem lesz itt. Hát az itt meg most a másik, az van, hogy igen. Jelen esetben, hogyha mondjuk olyan dolgot rendelni, amik akár egy munkához van szükséged, vagy hát tényleg, mint ahogy például volt, hogy az egérre is volt probléma. Hát, igen. Tényleg most, hogy így kapcsolok, akkor egyszerű egérrel is voltak gondokkal még annak idején. De egy egeret én is tettem tönkre. De az teljesen más, elkapta az egérfogó, az volt a baj. Na. Vagy a lilaköd. Mikrofon, próba, nyet. De miért húzod jobban ezt az hang? Egészet rá a mikrofonra? Nem a mikrofonna, nem itt. Jó, hát csak hogy azzal kezdtünk, az van itt most előttünk. Nem a mikrofon, az a lényeg, hogy ha online rendelsz, bármi van, bármi probléma van, akkor igenis nem kell hagyni magad, írni, és reklamálni, és cserét kérni. Ja, meg visszafizettetni, meg felmérve a lehetőségeket, az adott szabályokat, annak értelmében igenis szóvá tenni, ha valami nem oké. Ja. És most elgondolkodtam azon, hogy ez nem egy jel, hogy nekünk nem kell a mikrofon. Igen, mert miért? Hát, mert most elgondolkodtam. Mert hát, vannak ilyen dolgaim. Most valószínűleg a csere az egyszerű megoldani, és ahogy beszéltünk, lehet, hogy vissza se kell küldeni, mert hogyha normálisan működik, akkor az van, hogy kérünk egy cserét, a futár kihozza. Azt, és az arról másiknál is úgy volt, vissza a levéllel. Biztos, hogy nem úgy lesz. Eleve, ami történt, abból is gondolom, meg amúgy is nem egy olyan termék, hogy nem tudom. Hát, hogy alapból nincsen raktáron, igen. De meg nem egy több tízezres tétel. Tehát ja. Azért azt akárminél mondom, egy tábla csokírját nem csinálnak. Sajnos, de hát majd dolgozunk ezen is. Kész, megkukultál, ennyi volt. Vége. Én még tudnék mit mondani. Igen, mondja. Nem, mert így is nagyon visszafogom magam, tehát így próbálom úgy kezelni a helyzetet, hogy beleférjen, hogy el lehessen mondani. Mert amúgy nem így beszélnék én erről, csak hát vannak szabályok. Ugye? Lehet, hogy összegyűjtjük, vezetünk egy listát, és majd egyszer, amikor már nagyon betelt az a pohár, akkor azt a listát majd így kinyitjuk. A listát most akkor elárulnak. A listát, mint amit a telefonra az előbb itt mondtunk fel.
Olyan listára gondolsz? Nem olyan listára, olyan listára, olyan cégekre, akitől rendeltünk, és problémák voltak vele, és esetleg akkor megkeresni azokat az embereket, akik ugyanúgy tőlük rendeltek, ugyanúgy problémájuk volt. Nem akarok én ilyesmit. Nem kell, nincs itt semmi ilyesmiről szó. Azért sem, mert nem, egyrészt az sem biztos feltétlenül, hogy minden esetben mindig nekünk van igazunk, most nem ami történtek, mert azt tudom, hogy abban nekünk van igazunk, hanem azért is, meg nem kell bőszíteni a másikat, szóval ennek nincs értelme. Itt tényleg az a cél, hogy tanuljon mindenki belőle, vagy nem tudom. Mit tudom én, miért csináltuk ezt a videót? Azért, amit mondtál az elején, ahogy kezdted felhívni rá arra a figyelmet, hogy bármi van, akkor ne hagyja az ember magát. Ja. Ezért most kikapcsolom, megyünk, írunk egy kedves, nem kell egyből felháborodott, dühöngő e-mailt írni, egy teljesen normális hangnemben, megfogalmazva, templomot kell emelni nekik, megkérdezni, vallást kell köréjük alakítani, mik a lépések, szeretnénk egy sértetlen... És imádkozni kell, hogyha ne adj Isten, rossz a mikrofonod, akkor tuti megoldódik minden, én mondom. Igen. Pedig olyan jól indult. Mi? Hogy jó hang lesz. Ja, a vásárlás. Igen, ebbe a kis mikrofonba. Szóval hát ott, ha így közelebb jövök, akkor most van jó. Hát azért, ha neked az jó, akkor jó. Mindegy.